a régi Budapestével megegyező 64 négyzetkilométer kiterjedésű területét délkeleten a Duna határolja, nyugaton a vadregényes dombok, északon és keleten a környezetéhez simuló lankás vidék teszi széppé, különlegessé. Érd emberemlékezet óta lakott település volt. A Dunának ez a szakasza már 2000 évvel ezelőtt nagyforgalmú kikötő, fontos őrhely volt. A település árpádkori történetéről kevés adat maradt ránk. De hun bolgár eredetű neve ebből az időből maradt fenn. Egy bolgár származású Erdő nevű vezér kapta jutalmul Érdet és környékét a honfoglaló Árpádtól. A mohácsi vész előtt szomorúan fontos szerep jutott Érdnek. Kevéssel a szörnyű csata előtt innen az érdi várkastélyból írta utolsó kétségbeesett segélykérő levelét II. Lajos király 7. Kelemen pápához. Mind hiába. Budavár elestével Érd is török kézre került. A megszállás egyetlen emléke a török torony, melynek párkányáról naponta 5-ször szólították imára a híveket. Az érdi minaret a 17. század elején épült, melyből az ország területén mindössze 3 található. Miután Érd ősi magvát ófalu alkotta, a minareten kívül fennmaradt műemlékek java is itt található. Így a Szent Rókus és Szent Sebestyén tiszteletére 1749-ben épült kápolna. A boltozatos barokk építmény homlokzatának mélyedésében Szűz Mária szobra látható. A mohácsi ütközet 400. évfordulóján 1926-ban a Hadtörténeti Múzeum emlékművet állítatott azon a helyen, ahol a hadba vonuló II. Lajos megpihent. Mészkőtömb talapzatra helyezték a kastélykertben talált reneszánsz kőoroszlánt. A márványtáblán a többi között ez olvasható. 1526. július 26-án pénteken érkezett ide Budáról seregével II. Lajos királyunk, Ákosházi Sárkány Ambrus pozsonyi főispánnak e helyen állott kastélyában szállott meg. Vasárnap az itteni réven kelt át Csepel-szigetre Mária királynétól búcsút vendő. Nagyértékű műemlékek sorába tartozik még a 15. század második felében ugyancsak Ófaluban épült római katolikus templom. A török hódoltság idején lőszerraktárnak használt templomhajó beomlott. Ezt 1703-ban újjáépítették. A templom valaha kőkerítéssel körülvett temető közepén állott. Érd településének státusza sokszor változott az idők folyamán. Volt királyi birtok, földesúri rezidencia, mezőváros és nagyközség. 1772-ben mezővárossá nyilvánították, de az első világháború előtti években előbb a mezővárosi rangot, majd a tanácsköztársaság bukása után a nagyközségi címet is megvonták.
A tudatos fejlődés 1945-ben a település felszabadításakor indult meg. Érdnek számtalan kedvezőtlen örökséget kellett ekkor felszámolnia. Többek között egy korábban alapjaiban elhibázott úthálózatot. Amikor ugyanis a Károlyi család birtokait 1930-tól elkezdték kiparcellázni, teljesen figyelmen kívül hagyták a legalapvetőbb település rendezési követelményeket. Nem volt ritka a meredek lejtőn vagy szakadékon át vezető út sem. Tervszerű fejlődés következtében a Pest megyei tanács 1970. január 1-én nagyközséggé, a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa pedig 1978. december 31-én várossá nyilvánította. Nagy utat tett meg Érd, amíg Európa legnagyobb falujából várossá lett. Érd helyzetét alapvetően meghatározza a főváros közelsége, és az, hogy a ma már 45 ezer főt számláló lakosságból 17 ezer eljáró dolgozó. A szállítást lebonyolító legfontosabb közlekedési eszköz az autóbusz, melynek Budapest és Érd közötti menetideje alig fél óra. Miután a tárgyi feltételek elmaradtak a lakosság növekvő igényei mögött, továbbra is elsődleges feladat a település tervszerű arányos fejlesztése. A feladatokat az általános rendezési terv határozza meg. A meglévő üzlethálózat már nem elégséges, ezért megkezdődött egy minden igényt kielégítő, korszerű 3500 négyzetméteres alapterületű áruház felépítése. S habár a villanyhálózat rekonstrukciójára csak az 1979-es évben 30 millió forintot meghaladó összeget fordítottak, sajnos még mindig van olyan terület, ahová nem jutott el az elektromos energia. A felszabadulás előtt a lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozott. Azóta több új üzem létesült. Így az 1950-ben alakult gépállomás a mai mezőgép. A lakosság egy része ma is termelőszövetkezetben dolgozik. 1948 tavaszán kezdődött a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Ekkor alakult meg az első termelőszövetkezet Benta pusztán, amely ma Benta völgye MGTS néven országosan ismert. Alapvető célkitűzés egy olyan város szerkezet kialakítása, amely továbbra is megtartja Érd kellemes, hangulatos kertváros jellegét. A főváros közelsége, ugyanakkor az embereknek a növények és a csend iránti vonzalma az oka annak, hogy egyre több ember szeretne letelepedni ebben a városban. Az általános rendezési terv értelmében arra kell törekedni, hogy a központ és az alközpontok tovább épüljenek, és ezek között korszerű utak és korszerű közúti közlekedés biztosítsa a kapcsolatot. Ennek javítása érdekében nagy szükség van a lakosság segítségére és társadalmi összefogására. A város elemi és legkedvesebb kötelességei közé tartozik, hogy az új város lakókkal megszerettesse környezetüket, hiszen a gyermekkorban szerzett élmények egész életre kihatnak, és egykor éppen a város érdekében kamatozhatnak. Egyre inkább kialakulnak azok a korszerű gyermekintézményi központok, ahol a bölcsöde, óvoda
és általános iskola szoros egységben végzi munkáját. A pedagógusok és a szülők közös összefogással igyekeznek kibontakoztatni a több mint 6000 diák önálló világát, melyben a tanulás, a játék és a sport harmonikusan formálja a fiatalok jellemét és tulajdonságait. Fiatalok tanítás után vagy szabadidőben szívesen használják a város sportlétesítményeit. Az iskolák közelében felépített játszóudvarokat, nyáron pedig a közkedvelt érdligeti strandot. A sport területén elért eredményekről évente egyszer a győzelem napján számot adnak az érdiek. Ezen a népszerű eseményen részt vesz a város apraja nagyja. Az egésznapos program vidám majálissal ér véget. Közművelődés az utóbbi években lendült fel. Az első könyvkölcsönző 1954-ben létesült a Tanácsházán. Ehhez képest ma 12 fiókkönyvtár, köztük a Csuka Zoltán József Attila díjas költő által adományozott Jó Szomszédság könyvtár és egy mozgó könyvtár látja el a lakosságot. Nagy fordulatot jelentett az 1972-ben felépült járási művelődési központ, ahol 45 csoport, klub, illetve szakkör működik, köztük az országosan is ismert bukovinai pávakör. És végül a lakótelep, amely nélkül ma már szinte elképzelhetetlen egy város. Az első háztömbök elkészülése és az ezekkel kapcsolatos kommunális beruházások létesítése hosszabb távon kihatnak a távolabbi városrészek fejlődésére is. A lakóteleppel egy időben 50 millió forint költséggel nagy teljesítményű szennyvíztelep is épült. A kényelmes, összkomfortos lakások mellett korszerű kiszolgáló egységek létesültek, az állandó melegvíz, a távfűtés ma már nem szokatlan, nem felesleges kényelem. De Érdnek egyenlőre csak a központját határozza meg ez a modern városkép. A korszerű centrumot óriási sugárban ölelik körül a kis, komfort nélküli és az újonnan épült emeletes családi házak. Nagy kiterjedésű ez a város, de kicsit még kialakulatlan, ellentmondásos. A néhány éves városi lét azonban már is jelentős eredményeket mondhat magáénak. Megnyugodni, megállni mégsem lehet. A megoldott feladatok helyébe mindig újabbak kerülnek, és ez a tervszerű előrehaladás biztosítja a város szakadatlan fejlődését.